115 diák vehette át diplomáját a Debreceni Egyetem egészségügyi karán péntek délelőtt Nyíregyházán. A végzett hallgatók ápoló, egészségügyi szociális munkás, szociális-gazdasági szakember, egészségügyi szervező, mentőtiszt, szülésznő, védőnő, szociálgerontológus, valamint szociális munkaasszisztens szakon, alap- és mesterfokon, valamint felsőoktatási szakképzésen végeztek. A sikeres államvizsgát ennél nagyobb számban teljesítették a hallgatók, viszont közel 40%-uk nyelvvizsga hiánya miatt nem vehette át oklevelét. Ez már hosszú évek óta így van, noha javul ez a tendencia. Magyarul egyre többen vannak, akik a feltételek között benne van, le tudják tenni a nyelvvizsgájukat, de így is esetenként szaktól függően egész nagy százalékban vannak, akik csak az államvizsgát tehetik le, viszont a diplomájukat nem vehetik át. Az intézmény oktatási dékán helyettese Sárvári Attila köszöntő beszédében azt kérte a most végzett hallgatóktól, munkájuk középpontjában majd a preventív szemlélet érvényesüljön.